Jó napot kívánok mindenkinek, itt vagyunk Újszékelyen. Az elmúlt időszakban többször beszéltünk Újszékelyről, Balló József polgármester, Jakab Zsolt Zsoltal. tiszteletes úr, illetve hát Simo Sándor helyi tanácsos, a Piros Kardinális helyi tanácsos és a gondok úr, az egyháznak a gondoka. Megnéztük ezt a templomot, és tiszteletes úr, két szót mondja, hogy itt még mi a teendő. Ugye itt van a kántorilak, azt sikerült felújítani nagyon szépen, és a műemlékvédelem összes szabályzatát betartva egy nagyon szép felújítás történt, amiért dicséret ennek a kis egyházközségnek, ahol úgy értettem, hogy 100 lelket számol, és mégis kapaszkodnak, dolgoznak, összefognak, és amit megörököltek, azt karban tartják. Mi van még hátra, tiszteletes úr? Hát köszöntöm az elnök urat és a kedves csapatát itt Újszékelyen. Az igazság az, hogy elsősorban kicsit kigazítom, hogy a gyülekezet az 260 körüli lélekszámot számlál magába, de ebből, aki az egyház mentartásban részt vesz, ja, az a 100. Az a 100. Na most, ugye az elmúlt esztendőkben, 20-ba és 19-ben, lássuk kívülről a templomot. Jöjjenek nyugodtan. Hozzáfogtunk ennek a műemlék templomnak a helyrehozatalához. Ugye egy Újszékele egy elég jelentős helyen fekszik, mert a székely főnek a kapujaként emlegeti már Orbán Balázs is. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogy néz ki ez az ingatlana az egyházközségnek, a temploma tulajdonképpen, és fontos volt számunkra, hogy 1816 rendbe hozzuk. 1816-ban építették a templomot, ez egy unitárius templomnak épült építmény, tehát nem a reformáció korában elvett épület, hanem az unitárius egyházközség tagjai építették ezt annak idején maguknak. Nem az első templom egyébként, hanem ez már a többedik templom, amit az egyházközség magának épített. Különböző változásokon ment át az idők folyamán. Különösen a belső teret modernizálták, a külső felét pedig az idő vasfoga megfogta. Tehát a falakat kívül, belül, padlózatot javítottuk, restauráltuk. És ami a legfontosabb az elmúlt esztendőben talán, ami a templomnak a műemlék jellegét adja, az a templom belső bútorzatának a feljavítása volt. Ami, igen, majd teszünk belül fotókat. Ami be ugye a padokra festett kazettáknak a feltárását, letakarítását végeztük el, valamint az onkeretes ablakoknak a helyrehozatalát, restaurálását, és a padoknak az eredeti színbe, modellbe való visszahelyezése történt meg. És ez a műemlék? Itt vagyunk most az első világháborúban, a nagy háborúban Újszékely lakossága közül elhalt, elesett hősöknek az emlékművénél, amit ismét csak az elmúlt esztendőben, 2020-ban egy közös összefogásra sikerült egy kicsit felújítani, rendbehozni, ebbe magánvállalkozó is részt vett. Itt a mellettünk található intézménynek a vezetője, mondjad nyugodtan Sebők, nevét, a Rollótek Sebők Levente, okay, aki, ma fogunk oda menni, úgyhogy. Aki segített, tulajdonképpen ő is volt az ötletnek az adója, azt mondta, hogy elég rosszul néz ki már az ő szomszédságába ez a létesítmény, ez az emlékmű, kicsit szedjük rendbe, és akkor a közbirtokosság, a helyi tanács, a polgármester úr egy kicsi közös összefogással, hát egy olyan 4-5 ezer lejes munka van, ami itt mögöttünk látható. Letakarították, lepucolták, újra festették a neveket, stb. Yeah. Felújítottuk, hogy ezzel is egy kicsit a falu, a közösség arculata változzon, hiszen az átmenő sokaság, ugye, ha ránéz valamire, akkor legalább egy kicsi örömét lejje itt ebben a faluban is. Jó, köszönöm szépen tiszteletes úrnak a mikrofont, hogyha át tudnád adni a polgármester úrnak, és egyúttal szeretném gratulálni a közbirtokosságnak, mert tényleg ebben a községben a közbirtokosság ott van az emberek gondjai mellett, és bízom benne, hogy még ami van, akár jogi, vagy bármilyen kihívás, azokban tudunk segíteni. Pont itt az előbb erről is beszélgettünk, hogy nézzük meg a jó példákat, és ilyen szempontból segítsük. Itt arra kérném a polgármester, hogy kicsit még sétáljunk a
községben, ügyelve a forgalomra, hogy ne akadályozzuk, és néhány dologról beszélgessünk, mert ugye itt az elmúlt napokban én beszéltem egy 2016-os élményemről, amit valamilyen szempontból talán félreértések mentén alakulhatott ki. Ugye 2016-ban elkészült a gerincvezeték, én úgy tudtam, hogy adjuk át a vizet, közben csak a gerincvezetékot, de az avatás végül is úgymond meg összejött, de magyarán nem történt különösebben semmi valótlanság, mert ugye azt most pont megnéztem máskülön, be fogom vágni az akkori Facebook beírásomat. Az akkori Facebook beírásom nagyon hivatalosan leírja, hogy a rácsatlakozáshoz megteremtettük a feltételeket. Ezt, hogyha itt láthassuk, 2016. május 30. Itt annyi csak a probléma, hogy egy kicsit szépséghiba volt, ugye, hogy még nem voltak meg a rácsatlakozások, és erről is beszélgettünk. De ettől függetlenül a vízrendszer elkészült. Most hány ember van rácsatlakozva? És akkor készült el, nem? Nem utána. Ez így igaz, elnök úr, 2016-ban a vezeték, a gerincvezetéknek az átadása volt májusában. Azután 16 őszén, 17-ben kezdődtek a rácsatlakozások, tehát úgy szépen mondva branchra mentek. Körülbelül egy olyan 300-an csatlakoztak akkor rá. Ugye jött az a probléma, hogy minél hamarabb kéne indítani a vizet, a víz még nem volt elég, de a vezeték nyomás alatt volt, adódtak olyan problémák, hogy hibák történtek, tehát mikor megint a nyomásra adódott, hibák történtek, visszajöttük a vállalkozót, aki csinálta, tehát garanciával megcsinálta a rendbarak vezetéket, és akkor kezdődte az a folyamat, hogy a szolgáltatóval, aki az akvaszer, ugye vásárhelyi akvaszer, van egy fiókja a Székelykeresztúron, velük kellett kössünk szerződést, na aztán be is indult a vízszolgáltatás úgy, hogy a tanács kötött szerződést, és elindultak a vízszolgáltatás 18 tavaszán, akkor még többen rácsatlakoztak, tehát jelenleg most 450 branchament van körülbelül a községben, és az elnök úr segítségével persze kemény munka folytán, sok papír, sok vásárhelyi út után sikerült, hogy átadódjon véglegesen 2018. december 20-án, amikor megköttük a kontraktkomodátot az akvaszerve, hogy átadott minden neki, tehát most ő szolgáltat most teljesen, és egyéni tudni, szerződések vannak az emberekkel. Azt kell tudni ugye, hogy egyedüli község, akivel van ilyen szerződés az akvaszernek, mert ez igazából az akvaszer Maros megye, és itt köszönöm Péter Ferenc megyei tanácselnök úrnak, mert az ő segítségével sikerült ezt elérni, hogy tényleg tehát nagyon törvényesen működik itt minden, tehát 100%-osan törvényesen működik itt minden, és ez így összejött. Itt ennyi szépséghiba volt, ezt megbeszéltük az előbb is, hogy a slagot fogtam a kezembe, és folyt a víz. Én úgy értettem, hogy az a csőből folyik, de az nem a csőből folyt. Ez egy olyan dolog, ami előfordul, nem? Vagy? Tehát így igaz volt, egy kis tévedés, mert vezeték átadása volt. Na de most mindketten félreértettük egymást. Volt egy félreértés, és az rendben van. Úgyhogy ezzel menjünk tovább, és tehát akik itten gyilkost, tolvaj, árulót, mindenfélét kiáltottak, azok számára tudjuk mondani, hogy ilyenről szó sincs. Ellenben egy nagyon-nagyon kemény munka volt a víznek a rendbetétele, és régóta beszélgetünk a szennyvízről. És a szennyvíz tekintetében most hogy állunk, mi az, ami még hátra van, mit kéne csináljunk? Hát először is még egyszer meg szeretném köszönni, mert tényleg, ha ne lett volna az az odaadás a megyei tanács, Vásárhegy megyei tanács részéről is, meg a Harkot megyei tanács részéről is, elnök urak részéről, én is azt merném mondani, hogy most se folyna a víz hivatalosan úgy, ahogy most folyik. Tehát lényeg az, hogy jelenleg egyéni szerződések vannak, víz folyik, aki akar, még csatlakozhatik bármikor, mert az akvaszer hajlandó, sőt, neki az a jó, hogy minél több legyen, aki még nem csatlakozott, lehet csatlakozni. Tehát a víznek semmi akadály jelenleg nincsen. Most ezt a polgármester úr nyugodtan te mondjál ellent nekem, mert neked lehet, hogy az lehet, hogy kényelmesebb. De én arra emlékszem, amikor a vizet csatlakoztattuk, hogy az akkori keresztúri munkaközösség az akvaszernek volt az egyik olyan, hát olyan láncszem,
aki ebben a folyamatban nem volt szépen fogalmazva a közreműködő fél. Ugye ott azóta ott volt politikai váltás is, volt tehát politikai szerepvállalás is, stb. És nem az akkori keresztúri 16-os székely keresztúri polgármester úrra gondolok, hanem akár a későbbi kihívóira. És ilyen szempontból ezt, én erre emlékszek 16-ban, tehát ezt nem kell konfirmáljad, mert jó szomszédi viszony, meg a szolgáltató tekintetében is, úgyhogy ezt nem kérem ebben a polgármesternek a véleményét, csak ezt szeretném mondani, hogy 16-ban mentem fel Vásárhelyre, és mondták, hogy hát helyből nem igazán mozognak, helyből nem igazán segítik ezt a folyamatot. Na de ez is a múlt. A szennyvíznél akkor most történt egy szerződés, bontás, lejárt, ugye, vagy mi lett? Hát az lett a probléma, hogy ugye 2007-ben, mikor megnyertik volt a kormányprogrammal, vagy az elődeim, mert akkor én nem voltam ott, megnyerődött ez a kormányprogrammal, ez a kanalizálás, akkor megkötött a szerződés a Viadukt céggel Udvarhelyen, akik neki is fogtak, dolgoztak is, valahonnan információk volt nekik az, hogy mennyit kapunk. Közben csak annyit... a kulcsoton, amit együtt építettünk, hogyha megyek közösség. Így igaz, közösen építettük. Így igaz. Együtt is adtuk át, akkor adott át, amikor legelsőbben jelentkeztem polgármesternek, akkor adtuk át együtt elnökorral. Ez így igaz. Ez 2008-ban történt. És akkor most a lejárt, tehát a szerződés nincs. Most van egy helyzet. Most, igen, tehát most jelenleg nincsen szerződés, mert volt egy olyan gondunk, hogy a számvészék kiszedett egy bizonyos összeget, ami az infláció alkalmával befizetett a viaduknak. Ugye volt az infláció 2009-10-11-ben, és azt az inflációt kiszedte a számvészék, és mi ugye, mivel perbe juttunk, mert vissza kellett rekuperáljam a pénzt, a viaduktot be kellett pöröljen, perbe kerültünk, így az aktualizálta a... hogy szép magyarosan az aktualizálta kiegészítő szerződést. Nem írták alá, azt mondták, ha perre megyek velük, nem írják alá. Tehát az a lényeg, hogy most jelenleg nincs élő szerződésünk, sőt, még az építésengedélyünk is lejárt. Ebből szeretnénk kérni a megyei tanács segítségét és elnök úr segítségét, hogy ebből mászunk ki valahogy, hogy tudjuk újra szerződni a dolgot. És a másik dolog pedig az, hogy 90%-ban azt lehet mondani, készen van, nemzetút alatti átfúrásunk lenne, kettő vasút alatti átfúrás, és azon kívül nyomópumpák lesznek, amik felnyomják keresztúra a szennyvizet. Nyomópumpák is megvannak, csak az aknák és a beszerelése a nyomópumpáknak. És szinte azt látom, hogy így már üzembe lehetne helyezni a vezetéket. Szent Erzsébetnek külön derítő állomás rendszere van. Igen, ott is dombon túl van. Ott is ilyen villanymotrok, ilyen elektronika, informatikai dolog, amit ott is szerelni kellene. Tehát azt mondom, hogy gerincvezeték komplet le van téve, 90%-ban kész van, csak lejárt építésével, avizok nélkül, akkordok nélkül sajnos nem tudjuk folytatni. Tehát nem tudom, hogyan tovább expertízát csináltassunk-e. Ezért kérem az elnök úr véleményét, segítségét megyei tanácsnál, hogy halán mit tudnánk ebbe a dologba lépni, hogy minél hamarabb előre lépni és befejezni persze. Jó, hát itt maradjunk abban, hogy szerintem itt az Udvarhely székely rendjegyző vezetőségével is egyeztetve. Szerintem nézzük meg, hogy még volt ilyen helyzet, hogy valami elakadt és újra kellett indítani. Sajnos van ebben tapasztalat. És azt úgy csinálni, polgármester úr, hogy heti rendszerességgel, ugye csináltuk a vízzel annó, heti rendszerességgel, és ott vannak az online megoldások, nem kell rökére kijöjjek új székelyre, és hát igen, itt látjuk közben a sánc teli van szennyvízzel, nem épp a legvagányabb dolog, de hát gondolom az eső nem ilyen. Nem ilyen színű az eső, így van. Az eső. Ezért is kellene ezt megoldani, és én tényleg arra kérem az újszékei községvezetést, illetve mindenkit, hogy azt a nagyon szoros közös gondolkodásra adjunk időt és erőt, és arra kérek mindenkit, hogy ne higgyenek a félretájékoztatóknak, ne higgyenek azoknak, akik hát kihasználják politikai cirkusznak a különböző lehetőségeket, ne higgyenek azoknak az újságíróknak, akik a semmiből akarnak címlaposztorit csinálni, mert lehet, hogy sokszor csak elég lenne egy telefonhívás, elég lenne egy kérdés, és mindenki válaszolna, illetve
ahogyire most alul be fogom tenni a 2016. május 30-ai Facebook beírásomat is. Nekem ott van minden korábbi posztom, össze lehet vetni, össze lehet hasonlítani, és igen, én azt gondolom, hogy oda kell nagyon figyeljünk egymásra, oda kell figyeljünk arra, hogy ne értsük félre egy-egy helyzetet, és oda kell arra is figyelni, hogy ha valami, bármi félre megy, hamar tegyük helyre, oldjuk meg, és az első rendű célunk a közösség. Az újszékei közösség, udvarhelyszéki, Hargita megyei székelyföldi közösség. Ez így igaz, elnök úr. Tehát ha ne lett volna az a tényleg az az igazi, baráti, politikai, minden odaadó összefogás, akkor a vízünk, én azt mondom, most se volna elindulva hivatalosan. Tehát szerintem a kanizálás ügyében is így tudunk közösen együtt lépni ezzel az odaadással, összefogással, politikai szinten minden. Szerintem az is el tud fogni indulni, ha ezt így tudjuk folytatni, mert másképpen egyedül nem megy ez az igazság, mert nem tud menni, ha fentrőbbről nincsen segítség magasabb szintről, akkor ez nem fog megvalósulni. De én bízok benne, hogy összefogásra meg fog valósulni. Minél hamarabb, mert tényleg szükség van rá, látszik, végigjöttünk, nagyon szükség van a szennyvízre, biztos. Itt még dolgozunk a járdán is, nem? Vagy hogy van a járdán? A járdára megvan, csak most ilyen falugyűlésen, ilyen nem is falugyűlés, hanem inkább ilyen baráti körbe, tanácsosi körbe beszélgettük, hogy nekem most minden engedélye megvan a járdára, tehát én tudnám csinálni, csak előbb jó lenne a kanalizálást betenni, mert akkor a szép járdát összetörjük. Tehát okay. A járdára minden papírom, pénzem is meg, ugye megyei tanácstól megkaptuk, a tavaly, amit kaptunk tavaly előtt, az félre van, té, ott van, tehát az összeg megvan, engedély megvan, csak ennyi volna hátra, hogy akkor most döntünk, hogy tényleg megcsináljuk, vagy pedig, ha sikerül kanalizálást, szennyvizet minél hamarabb nyélbe ütni, mondani szép magyarosan, akkor utána jöhetne a járda. Oké, okay. Hát fel a fejjel. És ne higgyenek a rémhírkeltőkben, és ennek a megyénk nyugati csücskén lévő községnek, ahol sok tíz éven keresztül kevés figyelem érkezett legalábbis Csíkszeredából, ahhoz álljunk oda, támogassuk, segítsük, és ösztönözzük azokat, akik tenni akarnak a közösségét, és ne higgyenek a rémhírkeltőkben, ne higgyenek a provokátorokban, ne higgyenek a besúgókban, a jelengetőkben, mert itt úgy látom itt a község környékén, sajnos sok esetben sokan előfordulnak ilyen téren, de hát, ahogy szokták mondani, a kutya ugat és a karaván halad, úgyhogy viszontlátásra. Köszönjük szépen, viszont.